Szia! Újra itt egy újabb recepttel. Egy egyszerű recepttel készültem. Ahogy a címből is láthatod, kecsapos, mustáros, mézes csirkeszányat fogunk készíteni, de más húsból is el tudod készíteni. A felfőtt vízbe rakjuk bele a húsunkat. Majd 5 percig főzzük a fedő alatt. Ha letelt az idő, akkor ízesítjük 1 teás kanál sóval. Ízlés szerint borssal. Egy teljes kanál fűszerpaprikával, és 3-4 gerezd fokhagyma. Majd tovább főzzük a fedő alatt, amíg a lé el nem fő. Ha már csak egy kis lé van a hús alatt, akkor hozzáöntjük az 50 ml szójaszószt és a 100 ml vizet, majd megint 5 percig főzzük fedő alatt. Ha letelt az idő, akkor hozzáadjuk 2 evőkanál kecsapot. Egy evőkanál mustárt, egy teás kanál csípőszószt, és 1 evőkanál folyékony mézet, majd összekeverjük, és tovább főzzük, amíg az ízek össze nem érlődnek.
Ha elkészült, lehet tálalni. Jó étvágyat! Köret lehet kínai zöldséges pirított tészta vagy főtt rizs. Ha nem szeretnél lemaradni a többi videóról, kérlek iratkozz fel a csatornámra, és nyomd meg a kis csengőt, hogy értesítést kapj az új videóról. Mára ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm, hogy ezt a videót is végignézted. Találkozunk legközelebb. Szia!